Nagyot döccent a Kistárautó körforgalom előtt. A felvételek még márciusban készültek a Szekszárdi Fürdőház utcánál. Ekkor kezdte meg a város a tulajdonában lévő közutakon az úthibák felmérését. Ugyanakkor idén a lakosság is megmondhatta, hogy szerintük hol szükséges a burkolat javítása. Megadtunk egy e-mail címet, a misak@szekszárd.hu e-mail címet, ahol ezeket a jelzéseket meg lehet tenni. Mondta az akció kapcsán akkor Varga András, a Szekszárdi Önkormányzat osztályvezetője. Lapátolják az aszfaltot az útépítők a Mérei utcánál. Az előzetes terveknek megfelelően április elejével megkezdték az első szakaszban felmért úthibák javítását. A városban legelőször a főbb közlekedési útvonalakon tömik be a kátyukat. Az elsőrendű, másodrendű útvonalakat, tehát a buszútvonalakat csináljuk. Ennek durván jövő hét végére lesz vége. Ez 28 utcát érint, és amint ezzel a szakasszal megvagyunk, megyünk tovább a lakóutcák felmérését készítjük elő. Köműves Krisztián azt mondja, a lakóövezeti utcák felmérésénél nagy segítségükre szolgál a helyiek bejelentése, ugyanakkor, hogy pontosan ezzel együtt mennyivel több kátyút tudnak kijavítani, arról még nincs pontos információ. A burkolatjavító munkálatokat két csapattal, egy 5 fős aszfaltozó és egy 4 fős bontóbrigáddal végzik el. A most lezáruló első szakaszban mintegy 95 tonna meleg aszfaltot használnak fel. Igyekszünk ezt úgy csinálni, minél kisebb fennakadást okozzunk, de hát sajnos kérjük a lakosság türelmét, mert ennek a technológiának ez a módja. A munkálatokkal az önkormányzat korábbi számítása szerint várhatóan május végén végeznek majd.